Tisztelettel köszöntöm Önöket. Mit csinál egy bankelnök, amikor abban a megrészegítő helyzetben találja magát, hogy az ország közvagyonával egyszer csak ő rendelkezik, és egyáltalán a Magyar Nemzeti Bank elnökeként rendelkezik-e? Vagy mi történik akkor, amikor az ember hirtelen úgy találja magát, hogy egykori partnerből, tanácsadóból ellenféllé válik, és mi történik olyankor, amikor ilyenkor végig gondolja a saját életét, meg az országét? Mondjuk mit rontottunk el az elmúlt 30 évben, és mit fogunk a következő 30-ban? Na ilyesmi. Mikre keresem én a választ vendégemmel az előttünk álló egy órában. Bot Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár. Az Antal kormány ipari és kereskedelmi minisztere volt 1991-től a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 1995-től az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgató tanácsának tagja volt Londonban. 1998-tól Orbán Viktor gazdasági főtanácsadója, 2006-ban pedig miniszterelnök jelöltje. A Corvinus Egyetem professzora, az MTA doktora. A 2021-es választásra létrejött ellenzéki agytrözt, a Nemzeti Minimum Programot kidolgozó V21 társelnöke. Kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével. 3 gyermeke van, a legidősebb 45, a legkisebb 12 éves. Mi nem jó? Hát a 45-öt nem kell bemondani. Hát szerintem az nem baj. Illetve hát valamit lejjé. Kezdjük valamit újra, lejjé. Tehát van 3 gyereke, pont. Igen, pont, és pont. És akkor, akkor mehet a felvétel. A kicsik kora az jó? 14-13. 12-10. Körülbelül nagyjából stimmelünk. Jó. Stimmelünk. Azt hiszem, hogy stimmelünk. Ezekkel az életkorokkal érdemes bajlódni? Hát, mondjuk a sajátjával. Az egy adottság, és hát apámot már túléltem, de az könnyű volt, ő volt orosz fronton, volt Karagandában, hadifogója volt, 56-ban a Kádár börtönében, tehát ez egy speciális életpálya, édesanyám hosszú életet élt, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy még tudom segíteni a családot. Tehát persze az életkor ez nagyon fontos dolog, már csak azért is, mert most ugye, amiről beszélni fogunk a bejátszás szerint, az egy kis visszapillantás, hát az meg el kell jutni ahhoz, hogy az ember vissza tudjon pillantani. Visszapillantás is, meg előre is tekinteni. Az is pláne. Hát a jelen időt meg úgyis állandóan megbeszéljük különböző műsorokban. Szoktunk találkozni. Faggatni. A családi életéről keveset szokott beszélni, talán ezért is lepődött meg annyira, hogy ez itt így szerepelt. Hát a családi életemről miért itt beszéljek, amikor itt... Ez azért jutott eszembe, mert ahogy ideült, mondta, hogy megnézett pár húzóst, és azt látta, hogy színészek, énekesek, sztárok, celebek, ez az avaz, nem igen. Csak közéleti szereplők is természetesen, és hogy milyen számmal készüljön, tudna valamivel? Hát az első szakmám zenész, tehát pénzkereső szakmám, volt egy kis könyvecske, és oda beírták az embernek a munkakönyv. Munkakönyvnek nevezik, de ez már ugye megszűnt, és ott be volt írva, hogy mi a foglalkozása, tehát Bazmegyei vendéglátóipari vállalat, most nyilván Vármegyet kellene mondanom, zenész 70 forint per nap, amit persze éjszakát jelentett, nem napot. Hát igen, vendéglátós zenész. Vendéglátós volt. Zenész voltam, igen. Hát ez egy nagyon komoly repertoár. Tehát gyakorlatilag az összes magyar nótától a futótáncdalok mindent tudni kellett. Azért rögtön mondom, hogy ez a érettségi előtti utolsó év, és utána mentem katonának, mert vittek, tehát nem lettem zenész, de ki kellett váltani a C kategóriájú vizsgát, és hogy az ember tudjon számlázni. Nem is tudom akkor, hogy volt, nem számláztunk. Számlázni. Mindenesetre kaptunk pénzt. Számla. Viszont akkor mi volt a hangszere? Gitár, basszusgitár. És jól ment? Én nem voltam nagyon tehetséges zenész, meg nem voltam nagyon tehetséges futballista sem, ez a két ambícióm volt. Volt igazolt focista is? Elmentem a Miskolci építőkhöz, de elküldtek, mert túlkoros voltam. Akkor elmentem kajakozni, ott nem voltam túlkoros még, és ott hát voltam utolsó előtti, meg harmadik is, második is, tehát nem lettem sztár. Ott nagyon nagy vízélet volt, és hát nem tudom, látszik-e rajtam, tehát igazából az Úristen nem teremtett engem kajakosnak. De
Tehát sportot nagyon szerettem, de tudtam, hogy a képességeim végesek, és elmentem közgazdásznak. Hát ott nem énekhang kell, meg ritmusérzék, meg nem fizikai erő, hanem más, és nem bántam meg ezt a pályaválasztást. Most mi maradt a sportból? Tenisz? Hát most a teniszpályáról jövök, az igaz. Ja. Igen, igen, igen. Meg a zene is. És az hogy megy? Hát én most edzővel ütögetek, mert a korombeli öreg fiúkat már unom, tehát inkább egy fiatalabb emberre ütök. Egy fiatal lányjal is ütöttem, de azt a feleségem annyira nem szeretem. Még meg is vert. Az meg kínos. Magasabb volt, ügyesebb volt, és akkor szabba hagytuk, és most egy szakemberrel egy órát, de ez nincs több időm sajnos, viszont mondom, a párosnak az a hátulütője, hogy ott állandóan beszélnek a pályán, az engem még nem érdekel. Tudnánk milyen lazán beszélgetni mindenféléről, a miniszterelnök lett volna? Hát ugye nem lettem, tehát nem tudjuk, mi lett volna akkor. Igen, csak azért azt gondolom, hogy megváltoztatja egy megváltoztatja az embert, és ha sokáig tart, akkor nagyon megváltoztatja, ha nem tart sokáig, akkor nem nagyon változtatja meg. Tehát én ugye a bejátszásból, vagy a bevezetőből lehetett látni, hogy egyetemi kutatóemberből lettem politikus, majd utána egy 4-5 évig voltam politikában. Már nem tudom, az EBRD, de az már nem az, tehát az egy befektetési bank. Ez már bankszakma, nem? Igen, bár 4 zászló volt elém letűzve, a magyar, a cseh, a horvát és a szlovák, és amikor szlovák program volt, akkor én elmentem Szlovákiába, kezeltem a Prka pénzügyminiszterrel, tettem tiszteletem az államelnöknél, ilyen is volt, és utána prezentáltam azt a horvát szennyvíztisztítási projektet. Ha volt egy cseh, vagy volt egy magyar, vagy volt egy szlovák, na szlovák érdekes volt az a Mohovce atomerőmű, ugye ez egy bonyolult ügy volt, mert a 4 zászló 4 álláspontot képviselt, azt kellett nekem képviselnem. Na, de hát az nem politika, ezért könnyű volt vissza. Az osztrákok lettek volna, még cifrákába beszélnek, mert ők tagadták a létét is. Így van, igen. És meg is oldották ilyen értelemben, mert hogy az EBRD nem támogatta, nekem nem kellett meghasodnom. Na, tehát az volt a kérdés, hogy vissza lehet-e menni, igen, a normális embernek, ha valakit fölvisz. Hát én azért ugye szakminiszter voltam. Tehát azért ez egy kicsit más, mint egy pártelnök, pártember, aki életének jelentős részét a párt ügyekkel tölti. Hát ipari, kereskedelmi, energetikai, kisvállalkozási miniszter voltam 16 hónapig. Hát mondjuk megterhelt, hát fölvettem 5 kilót. A sok ülés? Az idegesség, igen, hogy nem lehet elmenni azért futni, teniszezni. Úgy, a sok idegesség, a sok tárgyalás, hogy hosszú a nap, hogy vacsorák vannak, és az ember ideges, akkor eszik, és nem adja le. Tehát mondjuk, mikor visszamentem, akkor azért súlyom fölött voltam, mármint a civil életben. Jó, de ezután jött a Nemzeti Bank. A Nemzeti Tehát Bank az... Azért arra se gondolom, hogy a laza hétköznapi élet megmarad. Mikor ipari miniszter voltam, akkor kiszámoltuk, hogy 3 vasárnap voltam otthon vasárnapi ebéden, 18 hónap alatt. Úgyhogy azért meg kell mondanom, az egy nagyon speciális időszak volt. Most se lehet könnyű miniszter élete, de az egy nagy válságokkal teli. Hát a egyik bánya a másik után, akkor szűnt meg a szénbányászat, a uránbányászat, a bauxitbányászat, hajógyártás, acélipari vergődés. Tehát ott jött egy taxis blokkális abban az időszakban. Akkor ugye voltak mindenfajta egyéb izgalmak is voltak. Hát persze feszültség volt. Úgyhogy az egy nagyon nehéz 18 hónap volt. Most azért a kérdés az volt, hogy lehet, hát én nem tudom, hogy akkor lehetett-e velem nyugodtan beszélgetni, nyilván feszültebb voltam, mint később. A Nemzeti Bank az azért volt könnyebb, mert ott nem történt napi botrány, az infláció az gond, meg a fizetési mérleg, de attól még vasárnap ott ember otthon tud ebédelni. Utazni kellett mondjuk, tehát külföldi utak sűrűben voltak. Hát ipari miniszteret elmentem Oroszországban, elmentem az NDK-ban, Németországba elmentem tárgyalni, de alapvetően az országon belül utazgattam. Úgyhogy mikor visszakerültem a civil pályára, akkor elkezdtem tanítani. Most nagyon sokat segít, mert bemegyek egy órára, ott fiatal emberek ülnek, nem tudják, hogy ki vagyok. Hát az én nevem nekik, ha egyáltalán valamit mond, akkor inkább azért, mert a YouTube-on vagy láttak, vagy valamik tévében láttak esetleg felvillanni, de az, hogy ő volt miniszter, hát az legfeljebb esetleg sok megnézik már, hogy ki a tanáruk.
Hát az első óra, mert csak megnézik. Hát az első óra után remélem, hogy megnézik, de mikor fölveszik a tárgyat, hogy bejönnek a terembe, nem is mindegyik tárgy van az én nevemen. Tehát való bedolgozom. Volt 2006-ban egy pillanat, ami hát nyilván megkísérti az embert, hogyha felmerül a neve, hogy ő legyen a miniszterelnök. És abban a mai aggyal végig gondolva azt a lehetőséget, az a legfurcsább talán, hogy Orbán Viktor saját maga mondja azt valaki másra, hogy legyen helyettem a miniszterelnök. Ugye volt egy MDF-nek tett ajánlata erre nézvést a két forduló között. Gondoljanak be, két fordulós volt még a választás, mert ez is történelem. Hát ez is volt rendes választás. Voltak kampányok, voltak miniszterelnöki viták. Az volt az utolsó. El tudják képzelni minket nézők, hogy miniszterelnök a ellenzéki, az ellenzéki vezető a miniszterelnökkel, mint jelölt, két jelölt. Valakinek a moderálása mellett vitázik, esetleg a közgáz nagy auditoriumában vitázik. De milyen furcsa, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga volt még 2006-ban, hogy ez így van. Nekem most is természetes. Csak jó. Na. Igen, hát ez a szituáció, amiben az első fordulóból kiderült, ami kiderült, hogy a miniszterelnök nem fogja tudni, mármint Orbán ugye nem tudja megfordítani a választás menetét, és akkor jött az a gondolat, hogy még van egy hét, és akkor a kampány második felében, akkor egy kvázi civilt hívnak be. Felhívta? Modellezzük már, hogy történt. Vasárnap este csöng a telefon, hogy át tudsz ugrani hozzám. Mondom magamba, hogy én sose láttam azt a budai, kérdeztem, hol a cím, az a budai kis kastély, vagy házikó, vagy valami. És mondom, persze át tudok menni, és mondom, az MDF-fel van valami tenni való, mert ugye a két párt együtt indult, de hát a nagyon nagy feszültség volt a nagyobbik, meg a kisebbik. A fiatalabbak által vezetett, és érettebb politikusok által vezetett két párt között, és akkor nyilván hát gondoltam, hogy nekem azért kellek én vasárnap este, hogy kicsit hétfőreggel más legyen a nap. Segítsek egy kicsit a tárgyalásokban. Szóval, hát többről van szó. Na, beültem a kocsiba, fölmentem, megnéztem a miniszterelnöki házat, és feleség nem volt otthon, és leültünk a konyhasztal szélére, és beszélgettünk egy fél órát, és akkor derült ki, hogy hát ez a miniszterelnöki ház, ez olyan, mint bárki háza? Hát egy rendes budai ház, igen, igen, igen. Most nem néztem, hát nem kértem, hogy vezessen körbe, és nem is vittem magammal egy üveg. Na jó, de az valami, hogy a konyhában ülünk le, és mondjuk nem a szalomban, ahol a hatalmat nem tudom, tehát nem tudom. Azt mondom a konyhát, mert valahol leültünk. Leültünk, és akkor neki estünk, és egy fél óra alatt tisztázódott a képlet, és akkor rögtön kérdeztem, hogy miért én? Hát én ugye már opsitos vagyok, én már a politikát ott hagytam, hiszen akkor én már, mikor hazajöttem Londonból, akkor elmentem egy vidéki egyetemre tanítani, aztán utána, amikor a saját alma materembe ürült egy hely, egy professzori hely, tanszékvezetői, és azt mondta a rektor. Ez a Corvinus. A Corvinus Egyetem, így van. Hát akkor még nem így hívták, de már nem Marsz Károly. Nem Marsz Károly volt, hanem közgazdaságtudományi egyetem. És állami igazgató. Ugye, változtak a nevek. Tehát azt mondja, hogy Csikán Attila volt miniszter és új rektor, hogy ezt a tanszéket vagy becsukom és összevonom mással, vagy keresek valaki alkalmas embert, rátondoltam, és akkor a Veszprémi Egyetemet ott hagytam, jól éreztem magam, de hát mégiscsak akkor alma mater, csak elvállaltam ezt. Tehát visszamentem civilnek, ez volt 2000-ben, és akkor 6 évre rá, ugye én már megint építgettem a pályámat, hát nekem másnap hétfőn nem volt órám, kedden be kell menni órát tartani. Tehát amikor vasárnap csöng a telefon, és azt mondják, hogy akkor hétfőn kezdjünk kormányt alakítani, hát akkor kellő órát arrébb raknom. De nem kellett. Mert ugye hétfőn nem volt órám, nekem kedden, szerdán, csütörtökön szoktak lenni az óráim. Na itt ez történt, és hát a dolog... Ilyenkor ugye... az ember fejében mi van? Tehát ennek van kockázata is. Persze, van egy
elkezdtem berendezni egy életet, és ehhez képest bemegyek egy darálóból, fele azt fogja mondani, hogy takarodj, a másik fele azt mondja, hogy végre. Igen, meg azok, akik azt mondják, hogy jó, milyen kellemes ember, és nem is gondoltam volna, hogy milyen kellemes és jó szándékú ember, most elkezdenek meg ilyen köpködni. Hirtelen kiderül, hogy mégsem. Igen, mások meg azt mondják, hogy majd ő megmenti a hazát, miközben én azért voltam, hát ugye másfél évig, vagy 4,5 évig, ahogy számoljuk, döntési hozatali posztban, és tudom, megmenteni a hazát nem lehet, ártani nagyon sokat lehet, javítani valamit lehet, az ember, ha jól végzi a munkáját, akkor hozzátesz valamihez, de megmenteni, pláne igazságot teremteni, azt nem lehet. Az igazság az ugye az... Pedig mindig ezt várják a politikusok. Azt várják, de azt megtanultam, hogy... Igen, oldja meg helyettem azt, amit egyébként valószínűleg nem tudok megoldani. Na, szóval visszakerültem a civil életbe, de meg kell mondanom, hogy amikor ugye említetted a taxis, mi magázolunk, vagy tegeződünk, szóval a taxisblokádot, akkor... Nekem megtisztelő, hogy tegeződünk. Hát az a helyzet, hogy mi tegeződünk, csak a műsorban magázolunk, úgyhogy már lebuktunk, na mindegy. Hogy hát amikor hazamentem a taxisblokád után, a sofőr hazavitt, de hát aztán mentem én a saját autómmal, és akkor mellém jön egy taxis, benéz, meglát, és akkor elmosolyodik, elvigyorodik, hogy hát az ott az Ákos. Na most én ráadásul Péter vagyok, de miután ott 30 000 ember kiabálta, hogy tarts ki Ákos egy bizonyos ponton, ezért elákosodtam, úgyhogy most már mind a kettőt használom. Na, térjünk csak vissza az a konyhaasztalhoz. Hát az ember azt hallja, hogy legyél te a miniszterelnök. És akkor persze, hát akkor miért, és akkor elmondja, hogy miért, és akkor volt miért... Volt abban logika? Hát számítások voltak. Én inkább azt kérdeztem, hogy miért én, miért nem ABC, és mondtam 2-3 nevet, és azt mondta, hogy megmértük, utána néztünk, és a shortlisten te vagy a tetején. Mert hogy? És akkor erre mondtam, hogy... Már akkor is ez volt, hogy megmértük. Persze, hát mindent mértek. Hát a miniszterelnök magától nem mondja, hogy ő nem akar a következő körbe kiállni, bár rossz élményeket szerzett az első körbe. Hát igen. Azt lehet tudni, azt láttam is rajta. De én ezt a beszélgetést nem fogom elmondani. Ne is, persze, hogy nem is illik. Mert nem, igazából az a helyzet érdekel, amikor az emberek azt mondják, hogy legyél miniszterelnök helyettem. Na most, hogy ez egy kicsit azért olyan. Jó, de akkor rögtön ugye, jó, annyit azért elmondok, hogy az úgy volt akkor kigondolva, hogy akkor van 2 párt, és én azt mondtam ott, hogy ha mind a 2 pártnak, minden vezető testülete, mert akkor még voltak pártok, és voltak vezető testületei. Most nem tudom, hogy vannak-e pártok, és az biztos, hogy a kormányzó pártnak nincs pártszerű működése. Nem tudom, a nézők meg tudják-e mondani a kormánypártnak az elnök helyetteseit. Vagy ha megmondják, akkor bejebb vagyunk-e? Hát akkor mondanak ilyet, hogy Kósa Lajos mondjuk, és... Ő elnök helyettes? Igen, azt hiszem, igen. Na, jó, oké. És akkor mi van? És dönte Kósa Lajos, merül fel igen. A kérdés. Tehát persze. Ha netalántán ágynak esne a miniszterelnök, akkor meg lenné neki nyugodva azzal, hogy nem is tudom, kik vannak még, de tényleg nem nagyon tudom. Na, az volt, de akkor még voltak pártok, és voltak testületeik, és akkor azt mondom, minden testület és mind a 2 párt vezetés elfogadja, hogy kvázi szakértői kormány, mivel természetesen egyik pártelnök se lehet miniszter. Tehát az egy hülye helyzet lenne, ha mondjuk Orbán Viktor sport, vagy nem tudom, népjóléti miniszternek felkérném, hanem akkor ők mint egy politikai hátteret adják, és akkor az ember összerakja a 2 pártnak a szakminisztereiből azt a kormányt, amíg egy darabig működik. Ezt a darabot most mondom, ott nem mondtam, és akkor sem mondtam volna, mert abból nem lehet kiindulni, egy darabig működik, de azért az ilyen pártok, az ilyen konstrukcióban működő kormányoknak a élettartama által nem szokott 4 évig kitartani. Hát előbb-utóbb megjelennek az igazi politikusok. Mert akkor feszültségek vannak, és akkor utána ambíciók vannak, és hogyha népszerűtlen, akkor azt mondják, hogy köszönjük szépen, vitte eddig. Hát az olaszoknál is látunk. Tehát amiről szó van, az nem ilyen nagy magyar sajátosság, tehát azért én már addigra ismertem annyira az európai politikát, hogy ezt meg lehet csinálni. Hozzáteszem, a világ sorsa másként alakult volna, most persze félig tréfálok, mert ugye ez volt 2006, 2008-ban nem tudtuk, de jön egy válság, ez a válság nem a Gyurcsány utána bajnai kormányt kapja el, és
lesz, ami lesz utána, hanem egy kvázi szakértői kormányt, az persze megcsinálja, amit meg tud csinálni, rámegy, mert megköszönik, és a válasz... Tulajdonképpen a Bajna is így járt. A Bajna is így járt. Csak... Az is egy szakértői kormány igen, volt. Csak ő azért, tehát egy, igen, amikor persze. Jó, szóval elkerültünk volna egy-két kellemetlen szakaszt, mert azért egy szakértői kormány 2006-tól 2008-ig másképp kormányzott volna, mint ami ott történt. Na jó, de minden másképp lett volna, mert hogyha te alakítasz kormányt, akkor most valószínűleg nincs kétharmad, de például nincsen őszödi beszéd. Ja, igen, persze, azért mondom, hogy azért a világ másképp alakult volna, de mindegy, ez azért, hogy is mondjam, tehát nem rendeltem frakkot hétfő reggel, hanem elmentem azt hiszem teniszezni, mert azóta akkor a szabadnapom, és masszírozott egy masszőr, és én lehalkítottam a telefon, de aztán láttam, hogy 46 nem fogadott hívásom, most nem tréfálok, tehát ilyen ping-ping-ping-ping-ping, na mondom, akkor bejelentették, hogy ez a konstrukció. De mire lemásztam, megfürödtem, hazamentem, pontosabban elmentem valahol, mert akkor két házasság között voltam. Szóval meghúztam magamat, és tájékozottam, addigra kiderült, hogy az egyik párt, nevezetesen MDF, ezt a konstrukciót nem tudja támogatni. Volt a saját pártod, úgymond. Az én volt... Én akkor párton kívül igen, voltam. Igen, de hát MDF-es voltál te korábban. MDF-es voltam, de azért kiváltam, tehát orrolhattak rám joga, de nem a személyemnek szólt, hanem a konstrukciónak. Orbán miért bízott benned ennyire? Ugye ez egy bizalmi helyzet, hogy helyettem legyél inkább te, mert megértjük hát egymást. Ezt kérdeztem. Te tanácsadó voltál korábban, jóval korábban. Hát az első Orbán kormány idején én tanár voltam, de félállásban tanácsadó. De azért nem olyan tanácsadó, mint akik ott a fülbe sutyorognak, hanem a miniszterelnöki hivatal kutatóintézetének a szenior kutatója. És kaptam egy kocsit, kocsihasználatot, telefonhasználatot, akkor a volt titkárnőm is utánom tudott jönni, és közben tanítottam. Tehát én adtam... Nem, írtam elemzéseket, de nem voltam olyan tanácsadó, hogy miért engem kértek? Hát azt mondták, hogy megmérték. Azt mondták, hogy mértem. Kérem szépen. Jó, tehát, hogy nem egy ilyen személyes nexus volt ennek az alapja. Nem. Mi a mi viszonyunk az nagyon, hogy is mondjam, hát távoli volt. Mikor én miniszter voltam, az ellenzékben volt, és mondtam, amit mondott a kormányra, a kormány hazudik. Bár mondjuk a taxisblokkád idején nagyon érdekesen, óvatosan politizált a Fidesz. Tehát, szakszerűen és jogszerűen. Akkor. Az érdekes, mert utána később politikailag politizált, de akkor az szerintem politikailag se volt rossz, de mindesetre, tehát nem volt közöttünk olyan nexus, hogy hát szerbusz. Én is futballoztam, de én csak egyszer játszottam vele egy pályán, a parlamenti válogatottba, bár én pont őre nem emlékszem. A másokra emlékszem, aztán azt hiszem, csak egy fél időt játszottam. Nekem körülbelül, ugye miniszterként már plusz 4 kiló volt rajtam, és nem fociztam az 10 évvel talán az előtt. Most a gyerekeimmel többet játszom, persze. Az, hogy megváltozott a viszonyod Orbán Viktor felé, a gondolkodásmódod, vagy ahogy rágondolsz, az téged nem hoz zavarba? Nem furcsa helyzet, hogy az az ember, akivel tudtál egy platformon gondolkozni, lásd, amikor tanácsadó voltál, tudtad azt mondani neki, hogy leszek a miniszterelnököd. Az az ember most szinte ellenfél. Jó, azért akkor annyit elárulok, hogy ez a tanácsadás nem tartott ki 4 évig. Tehát amikor az első Orbán kormány megalakult, és elég jó nevű miniszterekkel. Tehát az a kormány az nem volt rossz. A Horn kormány után jött, és jó miniszterekkel, és ezért azt gondoltam, hogy én ugyan már a politikából kijöttem, de hát azért voltam ugye, 8-9 évet, ami persze elég is volt, de én akkor felajánlom a szolgáltam, de ez csak másfél-két évig tartott.
és aztán szép csöndbe visszamentem tanítani full time, és visszaadtam a kocsi kulcsot, és hát sajnos a titkárnőm, neki is azt kell mondani, hogy hát... Egy kerület is visszaadtad. Igen, de ő talált magának szerencsére helyet, mert azért az látszott, főleg az első Orbán kormány második felében, hogy ez egy nagyon politikai kormány, és azért a szakmai álláspontok azok idegesítik a legfőbb döntéshozót. Na de ez akkor még rosszabb lehet most? Hát persze, mert akkor még komoly emberek voltak, és azok az emberek azt mondták, hogy ez így nem jó. Na most azt láttam, hogy ha valaki azt mondja neki, hogy ez így nem jó, ne talántán kijavítja mondjuk egy beszéd, egy szóhasználatot, akkor az villan a szeme, és annak az illető az már kapott egy fekete pontot, még kettő ilyen, és nem lesz miniszter. Az, hogy kinek van igaza, az ilyen szinten presztízs? Mindig neki van igaza, persze. Hogy nem. Na most én ugye kutató voltam, és a kutató az alázatos. Hát személy szerint lehet mindenfajta pökhendi, meg nagyképű, de hát mint kutató, hát hogyha van egy képlet, és annak ki kell jönni, hogy a végeredménye A nagyobb, mint B, akkor az nem lehet sokat magyarázni, akkor neki kell jönni. Tehát az igazság a mi szakmában fontos, hogy egy állítást be lehessen bizonyítani. Na, mindesetre csak azt mondom, hogy ezt az első kormányzásnál én szép csöndben eljöttem, de ezt újság meg se írta. Sőt, hát most már bevallhatom, a Magyar Fejlesztési Bank elnöke is voltam 6-7 hónapig. Aztán láttam, amit láttam. Az mi volt? Hát mindesetre eljöttem. Hát, nem úgy mentek a pénzek, ahogy előírásszerű? Igen, feltűntek olyan alakok, és elkezdtek nyeregetni olyan állami pénzeket, mely alakokra én nem bíztam volna állami pénzeket. És én fejlesztési bankban voltam Londonban, ott nem így ment a dolog. Ott is próbálkoztak, hát amikor, most nem szerkeztem ki melyik országba, de amikor az Advia mellett kell egy szennyvíztisztítót építeni, és szóba jön ez a projekt, akkor azt mondja nekem a miniszter, hogy hát az ő unokaöccse nagyon ügyes ebben a szennyvíz bizniszben, és akkor ugye ő fogja nyerni. Erre mondtam, hogy hát miniszter úr, hát az a helyzet, hogy ez itt nemzetközi tendereztetés kell. Jaj, hát akkor hát a németek fogják megnyerni. Hát mondom, pályázzon, hát a németek nyerték meg. Jobb ajánlatot adtak. Na jó. Na hát ennél volt bölcsebb a magyar rendszer, most nem nevesítem, mert hát nálunk nincsenek ilyen nemzetköziek, vagy ritkán vannak. Hát itt mindent a hazai... Illetve egy darabig ez elment, és most már észrevették kint is, hogy az európai pénzeket is így küldik. A magyar nagy közönség nem vette, vagy egy része nem vette észre, hogy a mi adó pénzünket is, meg az uniós pénzeket is így akarják költeni. Na ezt én az első Orbán kormány első évében láttam, tehát tanácsadó maradtam egy darabig. Tehát ez így kezdődött? Mert azt szokták mondani, hogy az első Orbán kormányzás az voltaképpen nagy vonalakban rendben volt, és az utolsó egy-két év, amikor a választásra kanyarodtak rá, akkor. Ez a vagyonszerzés, ez azt gondolom, hogy ez kezdettől fogva ilyen volt. Én azért a vidéki MDF-eseket, ha valaki hallgat minket és él még, azért azt mondták, hogy mi ezekkel a fiatalokkal úgy meg vagyunk ott Nyéklátházán, Karcagon, stb. De azért azt látjuk, hogy ők az üzleti dolgokból elég szabadosak. Meg akartak gazdagodni. Ez egy, főleg egy, most nem akarok teóriát rakni rá, de azt hiszem, hogy olyan is csapódott hozzájuk, vagy hogy ilyenek volt. Azt hiszem, kezdettől fogva nem lettek ilyenek, hát egyetemisták voltak. Tanítványaim voltak, csak azért mondom, hogy a mi viszonyunkra visszatérve ez a társasághoz, hát 12 év korkülönbség van körülbelül, hát a közgázon én tanára voltam 2-3-4-nek a Fideszből, az SZDSZ-ből a Kunce például azt hiszem, hogy tanítványom volt, én nem emlékszem rá, lányokra jobban emlékszem, mint a Kuncére, de ő emlékezett én rám. Szóval én viszonyom először egy ilyen tanár-diák viszony, hogy én ajánlom, felajánlom a tudást. Utána mondom, elváltunk, de ennek gyorsította az, hogy láttam, amit láttam. És nem akartam aláírni semmit, amiben nem vagyok biztos. Itt a 2010 utáni időszakban még az a kitüntetés, amit itt a névjegyben is említettünk, az már egy utána következő állami kitüntetés volt, tehát ez a nem felejtettem el, Bolt Péter Ákost mondhatja Orbán Viktor. Én remélem, hogy azért
azért is kaptam, ami az indoklásban volt, mert az indoklásban nem az volt, hogy kedves voltam és segítettem, az volt, hogy a közgazdasági tudományok területén annak a művelése és terjesztése terén van. Most nem tudom, ez 2011-12. Hát 2012 talán. Nem nagyon de, ma megkapnád ugyanettől a testülettől? Nem tudom. Hát ugyanezzel az indoklással? Nem tudom. Azt tudom, hogy mikor megkaptam, akkor már kisfiam megvolt, mert ráakasztottam a mellyére, és az a szolgált az udvaron. Én nem vagyok kitüntetésgyűjtő. Azt se tudom, mikor kaptam, és azt se tudom, hogy kapnék-e. Kaptam kitüntetést a TIT-től, és ismeretterjesztő társulattól, a Nemzeti Banktól. Aztán kaptam az egyetemtől, nem is egyet-kettőt, de az egyetemi könyvtártól a leginkább rongyosra olvasott könyv szerzője. A leggusztustalanabb könyveket is kivonják a forgalomból, mert ugye azon sok az izzadság, meg zsírcsepp, meg mi van, és az én könyv... A sok könyv. Könyv, igen. Ezt is meg kell tanulni. Hát igen, verejték. És akkor megkaptad ezt a kitüntető díjat? És ezt kaptam a könyvtártól, ez hogy szép. Kivonták azt a könyvet, és akkor rendeltek helyett egy második kiadásból, és azt persze megsemmisítették, és adtak nekem egy oklevelet, és az még megvan. Ez, a többi is megvan, de ez feljebb van. Neked volt vitád nem olyan régen Matolcsi Györggyel is, nyilvános, amikor egy nyílt levelet intézett hozzád, hogy ami a te véleményed velem. Nem, jó, hát igen. Én nekem... Vitatkoztatok egymással, így talán korrektebb. Te azt mondtad, hogy az úgy nincsen jól, ő meg azt mondta, hogy az úgy jól van. Az, ahogy te bankelnök voltál, és ahogy ma bankelnök, Matolcsi György vagy, ahogy zajlanak ma a pénzügyek, azok összevethető folyamatok, összevethető gondolkodásmód? Vagy teljesen megváltozott a világ körülöttünk? Hát, világ változik, és az MNB feltételezze, mint intézmény, nem annyira. Tehát nem voltam bent. Egy ideig bejártam, mert a Nemzeti Banknak van egy szakfolyirata, és felkértek, hogy legyek szerkesztő bizottsági tag. És egy darabig csináltam, aztán amikor már megújították, akkor nem kértek fel. Ezért nem járok be. Bejárhatnék, ha meghívnának előadásokra. Tehát például van egy Lámfusi Sándor előadás, akkor meghívják. Én amikor bekerültem a Nemzeti Bankba, és az első ilyen éves jelentést megcsinálta a bank, volt egy elosztási jegyzi, kinek küldjünk, és mondom, hogy nagyon jó, mert miniszter, stb. Azért képviselők, mondom, hol van az elődöm? Ez egy elvtárs? Hát mondom, elvtárs nem elvtárs, de hát ő vezette a bankot. Az egyik az arra, ugye a Barta Feri még élt is, akkor volt egy idősebb, aki is korábban vezette, nekik is írják rá. Ez egy kicsit csodálkoztam, na de hát, hogyha egy bank, a bank az egy nemzeti intézmény, tehát hogyha azt vezette valaki korábban, és még él, akkor küldjenek legalább neki egy rendezvény meghívót, vagy egy évkönyvet. Na, tehát engem azóta nem hívnak a Nemzeti Bankba, ezért nem tudok elmenni Lámfusi Sándor előadás. Most nők elolvasom persze utána nyomtatásba, és nagyon jó előadások. Tehát ez egy kicsit más. Jó, de ez a gondolkodásmód, ahogy gondolkozunk az elődeinkről, az vagy elődömet a korábbiakról. Én elődömet is, aki utódom egyébként, Surányi Györgyön, vele találkoztam, aki utánunk jött, és meghívott minket egy ebédre. Na most ez megszűnt, tehát ilyen értemben valóban cezúra van, és unortodoxia van, ez az ortodox hozzáállás, hogy egy nemzeti intézmény élő vezetői egyfajta klubot alkotnak. Ennek most igazából vége, de én nem vitatkoztam, miután engem csak megkérdeztek, engem nagyon sűrűn megkérdeznek, és megkérdezték, hogy rendben van-e, ha a Nemzeti Banknál képződik nyereség, speciálisan abból, hogy gyengül a forint, ami fura ügy. És ezt a nyerességet, mint sajátját elkölti alapítványi formában. Erre azt mondtam, hogy szerintem nem. De ez nem vitatkozás, ez egy álláspont. Uh-huh. És akkor megjelent nagypénteken, húsvét előtt egy közlemény, ami a stílusából adódóan azt maga a legfőbb döntéshozó írhatta a lendületessége és a személyemet érő kritikák, miszerint én rossz ipari miniszter voltam. Valami ilyesmi volt benne. Meg hát, hogy is tanulmányozd a banknyit törvényt.
Biztos valami volt, de hát én... Eléggé kioktató hangnemű volt, de hát de ugye csak... ez a kormányzás, ez alapvetően ilyen. De én ezeket, hogy is mondjam, hát egy szekérzörgés az ablak alatt, hát most tényleg nem foglalkoztatja az ember. Ez nem foglalkoztatja. Ha még egy cikket írok, és a lektor észrevesz egy logikai hibát, vagy rossz hivatkozást, vagy adatot. Most például volt, hogy átvettem valakitől egy adatot, nem ellenőriztem, most 3 napig nem aludtam jól ettől, de attól, hogy valaki nem ért velem egyet abban, amiben igazam van. Ha nincs igazam, akkor rosszul aludnék. Honnan tudod? Hát ezt tudom. Hát honnan tudod, hogy ha nincs igazad? Tehát kapsz egy viszontválaszt, és akkor olyan vagy, aki ezt végig gondolja. Vannak, amikor hogy tudományos kérdésben az ember hazamegy, és elkezd gondolkozni. Vannak még igazi tudományos viták? Hogyne? Erre szoktak panaszkodni kutatók, hogy igazán nincs kivel vitatkozni, mert hogy senki nem mer beleállni semmibe. Nem, hát a közgazdaságtudományban, a mérnöki tudományokban mindenhol vannak nagyon komoly fórumok, vannak viták. A gazdaságpolitika az ugye azért kicsit más, mert ott állást kell esetleg foglalni, tehát ott lehetnek óvatosabbak az emberek, és akkor inkább nem konfrontálnak, de viták, hát nagyon nagy viták vannak. És le kell kopognom, hogy a magyar demokrácia állapot olyan, amilyen, és az emberek nagyon óvatosan nyilatkoznak. Nekem könnyű, hát engem egyetemesen szól rám senki. Se a régi rektor, se az új rektor. Neked mitől könnyű? Mert ismernek, és tudják, hogy mit gondolok. Tehát nekem nem kell magamat puderoznom, meg hajamat tupíroznom, meg alkalmazkodnom, mert hát nagyjából... Hát gitározhatnál néha egy kis. Nagyjából már tudnak egy kategóriában. Az, hogy 30 éve, most már több, ezelőtt elkezdtünk ígéretekre hallgatva reménykedni egy olyan jövőben, ami nem jött el. Az nem jött el, hogy fogunk élni mondjuk az ezredfordulóra, vagy hogy hogyan leszünk mi az Európai Uniónak olyan tagjai, akik teljesen egyenrangú módon élnek, keresnek, jönnek, mennek a világban, mint az osztrákok, a németek vagy a franciák. Azt, aki a gazdasági döntéshozatalban is benne volt, meg érti is a folyamatokat, azt nem frusztrálja? Tehát te nem érzed magad vacakul attól, hogy itt olyan ígéretekben éltünk, és ezeket az ígéreteket állandóan megújítjuk. Tehát most 2030-ban majd megelőzzük a kanyarban Ausztriát, és utolérjük őket, meg ilyenek, amiket nem tartottunk be. Hát persze, hogy foglalkoztat. Tehát a nyugdíjas hadvezér is otthon mindig újra játssz a régi csatákat. Tehát az a kérdés, hogy mit lehetett volna másképp csinálni 88-ban, 89-ben, 90-ben, 91-ben, 92-ben, 95-ben. Jön egy újabb döntési pont, mit kellene most csinálni, jól csináltuk, ez foglalkoztat. 2 dolog azért segít. Az egyik az, hogy katapultált engem az, hogy a szociális kipasszíroztak az állásomból, a Nemzeti Bankból. 6 évre kaptam a kinevezést, de csak 3-at bírtam kitölteni. És utána le kellett mondanom. Ez egy kicsit fel is ment? Nem, hanem most jön az, hogy ezért elmentem Londonba, uh-huh. És akkor ott beültem egy olyan igazgatótanácsba, ahol ott van az összes volt ex-kommunista ország, Tadzsikisztántól, Csehországig, Észtországtól, Albániáig, és akkor viszik be a projektjeiket, és hát foglalkozunk ez a térséggel, és akkor lehetett látni, hogy ez az átmenet, ez roppant nehéz, nehezebb, mint bárki gondolta volna 88-ban, valuta alap gondolta volna, vagy mi magunk gondoltunk volna. B, hogy mindig van választási lehetőség, tehát az irány azért nem nyíl egyenes, hanem hát az, jön az élet, jönnek a kanyarok, és mindig van választási lehetőség, és van, akinek jobban megy, van, akinek kevésbé megy jó. Tehát mikor azt mondod, hogy nem sikerült a rendszerváltozás úgy, akkor azért álljunk meg, mert mondjuk a lengyel adatokat nézem, ragyogóan sikerült. Hát minden mérhető mutató szerint lehet mondani, hogy de ott sem gondolja mindenki így, vagy lehet még jobban, de Lengyelország alattunk volt, egy nagyon kaotikus helyzetben volt a 80-as évben, 90-es évben, polnische Wirtschaft, hát a németben ez a Kupplereinnak volt. Hát a lengyel gazdaság, az köszönjük szépen, most már teljesítményben, egyfőre jutó teljesítményben
előttünk. Na de hát van. Ez az. Az észtek, lényegében ezt mindenkire el lehet mondani már. Sajnos ugye a románok ránk jöttek. Tehát azt mondani, hogy a rendszerváltozás mint olyan, az nem sikerült, az nem stimmel. De én nem is ezt mondtam, mondtam, hogy volt nekünk ígéretünk rengeteg, és az elmúlt 30 év ebből a szempontból nem egy sikertörténet. Jó, hát akkor nem kellett ígérni, vagy ha valaki ígér, akkor valósítsa meg, de leginkább jobb volna, ha nem ígérgetnének, tehát az már önmagában problematikus, és hát ez már egy szakkérdés, hogy a utolérés az a gazdaságpolitika-e? Szerintem nem. Tehát a gazdaságpolitikának a következménye, de az nem gazdaságpolitika, hogy utolérem. Egy sportoló edz a legjobb tudása szerint, de nem az, hogy utolérem az előttem futót, hanem hát majd utol, ha jól felkészültem, majd utol fogom érni. De nem, szóval haza kell menni, el kell végezni az edzést. Én azt szoktam mondani a sportoló lányomnak, hogy az a legfontosabb, hogy önmagából a legtöbbet kihozza, és aztán az ér, amennyit ér. De kihoztuk-e mi magunkból a legtöbbet? Na, hát ez a költőkép, ami bennem is dolgozik, hogy ha az ember komolyan edzi magát, és a képességét kihasználja, mert van komparatív előnye, valamiben jobb, mint a többi. Valamiben mégiscsak azért ügyesebb, mint a többi. Vagy miben kevésbé vagyunk mi ügyesebbek a többieknél? Hát a magyar társadalomnak vannak óriási értékei, és mondjuk van egy rugalmassági képesség, ami nem tudom, hogy mindig örömteli-e, mert azt is jelenti, hogy ilyen megalkuvás is benne van, hogy a mi hátunkon fát lehet vágni. De mondjuk itt van a magyar matematikai iskola, hát a felsőoktatás, a zenei kultúra. Hát egy olyan istenata tehetségekkel van tel az ország, hogy mikor bekapcsolom a rádiót, a híreknél kikapcsolom, de a többinél visszakapcsolom, most nem mondom meg a reklám, mondtam melyik rádiót, zenészről van elnevezve, ragyogó zenéket hallok, tehát itt vannak tehetséges emberek. A magyar iparban is az, hogy az autó, ipar, a járműipar kifejlődött, és idejöttek a legnagyobb gyártók, és nagyon korán idejöttek. Tehát ugye már 89-ben itt járkáltak a GM, 90-ben én már Suzuki úrral tárgyaltam, föl is ajánlotta nekem a vezérigazgatói pozíciót, hogy vezethetném a esztergomi gyárat, de hát mondtam, hogy én akkor inkább a Nemzeti Banknál maradok. Kedves volt, tényleg felajánlotta is. Hát lehet, hogy azt még vezethetnéd most is. Ne, a japánok nem. Ott is eltelt soó idő, persze. Igen, a japánok, bár a kort ők tisztelik, igen. De na, mindegy, szóval, hogy igazából az motoszkál bennem, de szerintem ebben így vagyunk mindannyian, hogy kifutott-e az elmúlt 30 évben Magyarország azt a pályát, amit végig lehetett volna futni. Nyilván nem. Tehát ez, na de miért nem? Nyilván nem, és ha az ember akkor állandóan elemzi a múltat, és a másik, ami segít nekem... Mert az hoz ide minket, ahol most vagyunk. Tanítom ezt az időszakot, nekem van ilyen tárgyam, hát tegnap órán volt, és fölvettek, rengetegen fölvették, és most a magyarok is fölvették a rendszerváltozást, mint tárgy, egy angol nyelvű tárgy. Tehát én tanítom, és ezért próbálok objektív lenni, mert benne is voltam, de hát azért az nélkülem is zajlott, meg zajlik. És hát vannak különböző teóriák, hogy a magyar pálya miért sikeredett ilyen szerencsétlenül, én most ezt nem fogom tudni elmondani itten az asztalnál, másik azért is, mert én írtam két könyvet, és még abban sem mentem a dolgok végére, pedig ezek vastag könyvek, de hát ha mégsem akarom, hogy a levegőben maradjon, az egyik sajátosság ez az a kádárizmus, ami máshol nem volt ilyen. Tehát például a cseheknél, lengyeleknél a szocializmus összedőlt, és azt mondták, hogy vége, végre, és akkor bársonyos forradalom, mondták a csehek. A lengyelek pedig egy hadi állapot ért. Hát ők 80-tól voltak éppen küzdelemben, 89-ig, voltak a hatalomban. És akkor a véget ért, és utána most akkor lezártuk. Az oroszoknál is az a Hvátyit elég volt. Nálunk ugye az egész más volt, mert a puhább rendszer miatt sokan gondolták úgy, már a kezdetnél fogva, hogy hát legyen változás, de persze rám ne terjedjen ki. Mindenki változó meg, de én nem. Na most ugye ezt nem ígértük, én semmiképpen se ígértem. Tehát a várakozások azok Ausztria szinten voltak, de a valóság pedig volt a csehszlovák, lengyel, román, hát a térségbeli szinten. Na most a kádári
kádári örökség az nagyon erősnek bizonyult. És úgy látom, hogy most is van egy nagyon erős, persze kort tekintve most már előregedő, de azért ez a mentalitás újra is tud termelődni. És a mostani kormány nagyon-nagyon támaszkodik a kádári attitűdre. Hát ha belegondolok most már a szóhasználban, a kinézetben, bele Kádár Jánosodott tulajdonképpen a magyar politika, és hát nincsen párti parlamentarizmus, nincs parlament, nem tudom, a nézők észrevették, hogy nincs parlament. Hát igazából nem, igen, persze. Tehát nincs költségvetési tervünk, törvényünk erre az évre. Azt hiszem nincs, legalábbis. Hát rendeletünk van, rendeletek, és majd nem sokára lesz törvény is, mert péntek este megjelenik egy közlönybe valami, hogy 12 milliárdot átraktunk. Hát most az amerikai elnök sok mindent csinálhat, megnyomhatja az atomgombot elvileg, de költségvetés nem virmanolhat, nem, tehát neki oda kell menni a tisztelt házhoz, és meg kell szavaztatni. Tehát a magyar helyzet teljesen és speciális. És amikor heteken, hónapokon át nincs költségvetés az Egyesült Államokban, és gyakorlatilag leáll az élet. Tankokat ígérhet, de hogy most elfogadják-e, és nem áll le a finanszírozás, az megint így rezeg a lész. Mert lehet, hogy nem jó az a metódus, mint az se, hogy csak 2-4 évig lehet valaki a világ vezető hatalmának a vezetője. Hát nálunk tovább lehet, hogyha úgy áll a környűlállás. Na jó, ezt csak azért hozom ide, hogy elkanyarodtunk. Nem, tehát, igazából ott vagyunk. Tehát, hogy ez a kádári szisztéma, ezt mi nem tudtuk megtörni, a Antal kormány nem tudta megtörni egészen. És csinált egy új jogrendet. Hozzáteszem, az a jogrend, intézményi rend, az 20 évet kibírt. Na most azért ezt ne tessék azért lefikázni, 20 év az 20 év, tehát az a jogrend, a Magyar Köztársaság, aminek voltak természetesen baloldali előkészítői is, de hát én ugye kormánytag voltam, tehát nekem azzal kezdődik a demokrácia, amikor mi kormányra kerültünk, és össze pedig önkormányzatok lettek. Ez a szisztéma 20 évet kibírt, 2010-ig kibírta. Jött utána egy pénzügyi válság, ami megrázta a világot, és szerintem rossz választ adott rá az Orbán kormány. Tehát amikor az van, hogy én szembefordulok vele, most hallottam az értékelő beszédében két célzást, mint ha jól hallottam volna kétszer is név nélkül, hogy volt jegybankelnökök kifogásolnak valamit, meg aki jobb oldalról átálltak. Igen. Ilyesmi. Hát én sehol nem álltam át. Hát én azt mondom itt, megírom, én minden héten írok. Na most miért írok ennyit? Ez egy munkaterápia. Mert ha az ember ezt a kérdést szembe kapja, és minden nap fölteszem sajnos magamnak, akkor elmen az életkedve. Mert nem ezt gondoltuk, nem ezt vártuk. De ha elemzem, akkor úgy vagyok vele, mint egy orvos professzor lát egy tumort. És akkor mondhatja, hogy na hát milyen érdek. Jó, ezzel... Randa költői kép, menjünk tovább. De szerintem mindenki érti. Jó, menjünk tovább, de akkor maradjunk itt, és innen menjünk tovább. Ha azt mondjuk, hogy az elmúlt 30 évet elszúrtuk, mondhatjuk, jobban élünk, mint éltünk, és rosszabbul élünk, mint reméltük. Akkor a következő 30-at óhatatlanul el kell szúrnunk megint? Minden pontban van választási lehetőség, és én ezekről megírom, hogy én mit gondolok jó választásnak. És aztán... Nem mindig sikerült. Hát tegnap a sakkozó fiam egy számítógépben elém rakott illetve láttam, hogy egy feladványon dolgozik, belenéztem, és azt mondtam, hogy te ez a huszár, lehet. Oda toltuk, jegyzett a gép, hogy ez nagyon jónak néz ki, de sajnos nem jó. Még egyszer segítettem neki, azt is elrontott, úgyhogy köszönöm szépen, hát ő sokkal jobb sakkozó, mint én, de volt benne annyi udvariasság, hogy... Apa, ezt inkább bízd rám. És akkor, na jó. Tehát én nem állítom, hogy a következő 42 lépést előre látom. 2-3-4 az ember előre lát. De vannak olyan, és a történelmi tapasztalat azért segít, hogy bizonyos dolgokat nem szabad megismételni. Ugyanabban a folyóban, ugyanabban a randa lefolyóba készen, de lépjen bele az ember. De ez most mire mondod? De például itt van az, hogy kell-e Magyarországon egy olyan ipart támogatni költségvetési pénzzel, amiben rengeteg áram, rengeteg földgáz, rengeteg kőolaj, rengeteg víz. Akkumulátorgyártás. 9000
operátor, tehát összerűmunkás kell. Válasz az, hogy nem. Tehát ez, higgyék el a nézők, ez nem egy politikai állásfoglalás, még csak nem is a Debrecen ügyébe való állásfoglalás. Van már három ilyen gyár, kell-e egy N+1, N+2, amihez akkor vagy orosz földgázt kell venni a Gazpromtól, most azért ezt a mondatot tessék végig gondolni, vagy lignitbányát kell nyitni, vagy nem tudom, tehát vagy importálni kell, és azt nagyobb rész onnan lehet. Vagy megoldjuk mi magunk. Megoldjuk magunk, az még rosszabb. Ugyanis, mint ipari miniszter, én azért vesztettem a fürtjeimet és a némi kis lendületemet 16 hónap alatt, mert egy ilyen iparpolitika következményeivel szembesült az ország 90-ben, amikor a világpiaci árak betörtek, meg a verseny bejött, és ott álltunk azokkal a gyárakkal, amelyeknek nem volt rossz a hírneve, de mondjuk az energiafogyasztása kétszerese volt, és most nem, háromszorosa, nem túlzok. Most felépítjük újra a szocialista nagyipart? Na most... Hát én remélem, jó, most kínaiak építik, akik nem állnak messze a szocialista gondolkodásról, de nem ezért csinálják, hanem ők profit reményében csinálják. Szóval én azt mondom, hogy itt van egy választási lehetőség. Van. Eldőlt minden, nem dőlt el minden, de eldőlhet megint valami 15 évre. Hát egy ilyen gyárat felépítenek, azt nem lehet utána meggondolni magunkat. Ha egy szoftvercéget létrehoz az ember, és az a szoftver nem fut fel, akkor a mérnököknek megköszönni, azok átrendeződnek és átállnak valami másra. De 9000 embernek a lakótelepét építenek majd Debrecenben. Egyébként a fele kínai lesz, hát, vagy legalább a harmada. Ezt látjuk Németországban is, ott is a 1400 munkavállalóból 400 kínai. De most nem is ezt hozom ide, hanem a gazdaságpolitikai részét. Tehát itt van egy kérdés, és arra lehet két-három választ adni. És az a válasz, ami most körvonalazódik hatósági szinten, az rossz válasz. Ilyenkor jön az ember, és azt mondja, hogy én szerintem ez nem jó válasz, inkább ezt kellene csinálni. Na de az Orbáni gazdaságpolitikának ez a lényege, amit most itt látunk az akkumulátorgyár, az egyik kifejeződése. Így volt ez a gumiiparral, megjelent nálunk. Hát. Így van minden, így van az autóiparral is, csak akkor az egy kicsikét szóltam. Jobban elfogadható az, itt Közép-Európában. Meg kell védeni, mások azért is, én magam is én házaltam abba, tehát Nemzeti Banki elnöként is a Volkswagennel el kellett boronálni egy vitatott jogi ügyet, hogy ne legyen ilyen felület, és tényleg Magdeburg volt a shortlisten, és Győr kapja, és a óriási, aki Győrbe jár, az tudja, mert a Győri Egyetem, az egy jó döntés volt. 20 évre rá már azért kutatásfejlesztési tevékenység is van Győrben. Azért, na most ez egyik tanulság, hogy a rendszerváltozással lehet modernizálódni, de ez azért nem egy kormányciklus, hanem ez 10-20 év. Tehát hát ez van. B, hogy nem kell bejelentkezni összeszerelésre, ha van lehetőség Magyarországon arra, hogy más csináljunk. Hát például itt az elektromos autózás, meg egész digitalizáció, ez adat. Az autó, az elektromos autó, az egy gumikerekeken guruló kompjúter. Abban pont pünktlich az akkumulátor a legkevésbé érdekes rész. Hát a legprimitívebb darab voltak igen, éppen. Hát az egy ipari terv, egy ipari és fémipari termék. Össze kell rakni, le kell... Miért nem a szoftver gyártjuk? Hát miért nem a szoftver gyártjuk? Miért nem bejelentkezik az adatfelhasználásra? Hát a magyar matematikusok, a magyar szoftver, hát itt ugye ez önvezérlő autókról van. Nem arról van szó, hogy bennünk nem ezt látják? Nem ezt keresik, nem ezt kérik tőlünk? Hogyha jön egy befektető, akkor azt látja, hogy ezek össze tudják szerelni. Jó, de azért, tehát azt a pénzt, amit a befektető kap, hogy ide jöjjön és összeszereljen, azt a pénzt azért rá tudna rakni egyetemi oktatásra, hogy az emberek, igen, tehát azt a pénzt jobban el lehetne költeni. Ha jól értem, nem vagy nagyon optimista a következő 30 évet, kérdezem az előző fényében. Na most, Isten úgy, hogy kifürkészhetetlenek, hát az egész Európáról rosszabb véleményem volt 2 évvel ezelőttig, de megoldották például a járvány kezelést. És jobban, mint egyesek. Hát végül is, ha meggondoljuk, hogy az európai összefogással a koronavírusra kifejlesztett vakcinákkal beoltották Európát, és megoldották most az orosz energiáról, majdnem teljesen megoldották, ez egy folyamat persze, a leválást. Nem hittem volna, ezt megmondom, nem hittem volna évvel ezelőtt,
amikor pontosan egy évvel ezelőtt a beszélgetés időpontjában mondjuk egy éves visszatekintésünk lehet, cikket kellett írnom, akkor magam is az volt, hogy hát itt a drágul az energia, nehéz lesz leválni, ezért nagyon nehéz éve lesz Európának, talán sikerült, talán nem sikerült. Tehát Európa meg tud újulni. Az ország meg tud újulni. Láttam országokat, Szlovákiát, ahol egy Fico, egyéb politikusok volt, egy voxoló is, meg korábban, megszabadultak tőle, és jött valaki, egy elnökasszony, és úgy néz ki, mint egy rendes elnökasszony. Romániában elég korrupt rezsim volt, hát az ottani szoszipárt elnökét aztán rendőrség letartóztatta a korrupcióért, van egy államelnökük, egy nagy darab erdélyi szász, aki ugye a németül jól tud, jó arca kifele, tehát a románok is... Ennyit számít egy személy egy ország élén, ennyit számít egy személy, aki megtestesít valamit kifelé? Ne, azon annyit számít, hogy az elitnek szoktuk mondani, tehát azok, akik az ország ügyeiben ott nyüzsögnek, de az nem 50 ember, hanem 5%-a, akik osztanak, szoroznak, és van erejük, idejük, képzettségük. Hogy azok úgy döntöttek Szlovákiában, hogy azzal a miniszterelnökkel nem tudnak bejutni az Európai Unióba. Hát akkor ne haragudj, kedves barátom, jó pofa vagy, mert a kocsmába el lehet veled beszélgetni, de akkor leszavazunk. És akkor így kikerült az a miniszterelnök. A románoknak... De ez kellett a szlovák nép is, hogy ez így tett. Azt mondom, hogy a szlovák de nép... De ott nem csak az elitnek kellett így gondolkoznia erről annak az 5%-nak, hanem azt kellett mondani a többségnek, hogy de nálunk nem ezt mondja az a többség. Az 5% akkor meg tudta győzni azokat, akik nem érnek rá nagyon foglalkozni azzal, hogy az Európai Unióba hogy lehet bekerülni. Nálunk miért nem tudja meggyőzni? Ugye ebben neked komoly munkád volt, hogy hát, valami történjen, valami forduljon. Na most nálunk még ez nem következett be. Jó. És a 3 hónap múlva bekövetkezik. Hát úgy vagy vele, hogy álljunk készen valamire? Persze, úgy vagyok, álljunk készen. Hát azért 88-ban se lehetett tudni pontosan, hogy 89-ben mi lesz. Hogy jön egy Antal József, aki tulajdonképpen otthon csak úgy hobbiból trenírozott, mint potenciális miniszterelnök. És mikor oda került, akkor a Fehérház gyepén katonai tisztadással fogadtak, és soha sem előtte, sem utána magyar politikus nem kapott meg, és nem is fog egy darabig. Benned van még személyes ambíció? Trenírozol még valamire? Rengeteg, de személyes, de nem hivatali. Hát persze, az, hogy hallgassák meg, amit mondok, és esetleg vegyék számításba. Mellesleg ez a két fél mondat, ebbe az értékelőmény, nincs jó véleményem arról a beszédről, de hogy legalább mi ki lettünk szerkesztve, mint aki kukorékolunk, tehát már az a tény, hogy Surányi, Győri vagy én, sőt, mind a három volt egy bankelnök, nagyon kemény dolgokat mondott, és pedig három különböző ember, három különböző nézet. Szóval én mindesetre mondom, ha ide hívnak, itt mondom, minden héten két cikket írok, könyvem is van a kiadónál, fel is hívom őket, hogy holtat. Jó, hogy beszélünk. Már januárban leadtam, és már az ember ugye türelmetlen szeretné látni. Rengeteg... Miről írtál? Tudás és fejlődés. Erről. Hát erről beszélgetünk. Erről. Az elmúlt 50 évemről, mert az első komoly cikkem, amit beidézek, az 1981, és arról szól, hogy nem kell a vas és acélt forszírozni, és nem kell meg ezt a közepes minőséget forszírozni, mert beragadunk egy fejletlenségi szakaszba. Akkor nem tudtam még, hogy ez úgy hívják, hogy mennek most már később szakneveletet, hogy middle income trap. Én ezt erről írtam, de nem adtam neki nevet, így aztán az én nevem nem forog, de 81-es cikkemet beidézem, és lehozta a Valóság című lap 81-ben. Pedig az akkor egy bátor dolog volt. Úgyhogy a szerkesztő lehozta, és se ő nem vesztette az állását, sem én nem vesztettem az állásomat. Aztán írtam cikket később, ezelőtt 4 évvel, és én nem vesztettem az állásomat, de a szerkesztő igen. Na, változnak az idők. Mozgó világ akkoriban volt egy ilyen kiváló újság, ami ugyanilyen forradalmi volt a maga, maga idejében. Azt ott. Annak volt baja. Hát
Én nem tudom, hogy azt kívánjam, hogy legyen még hivatali feladatod. De ha te azt nem kívánod, akkor semmiképpen nem akarok neked rosszat. Jöjjenek tehetséges fiatal emberek. Hát most az tényleg fura volna, hogyha most, mint Cincinnatus, az Eke Szarvától visszamennék a szenátusba. Hát volt erre példa, de... Láttunk már ilyet. Igen, de nem, hát én abban reménykedem, és én sok tehetséges embert látok. Nem az a probléma csak az, hogy ők látnak el esélyt. Mert ha azt mondják, hogy rosszak az ellenzéki politikusok, hát szegények, hát most mire törjék össze magukat, ha nincs esély? Ha van esély, akkor meg lehet tátosodni. Na hát akkor tátosokat. Sok tátost kívánok mindannyiunknak, neked jó teniszpartikat, sok örömet a gyerekekben, és gyere sokszor hozzánk. Köszönöm szépen. Bolt Péter Ákos volt a vendégünk, remélem, hogy velünk tartottak végig, és remélem, hogy egy hét múlva ugyanezt teszik. Minden jót kívánok.